Üdvözlöm Önöket, kedves nézők! Most Önöknek meg fogom mondani, megjósolom azt, hogy egy Vajdaságban egyik legnagyobb kábel TV szolgáltató tönkre fog menni. Ha minden igaz a számításaim szerint, 2018 végére nem fognak lenni. Na most szóval, mi is az ő hibájuk? Legisegesek az a hibájuk, hogy ők nem fejlesztettek semmit se. A rendszerükben náluk a leglassúbb az internetnek a feltöltési sebessége, a legnagyobb internet feltöltési sebességű csak 8 MB per szekundum, már másik cégek már akik vannak, azok mind-mind magasabb. Nem beszélve arról, hogy ő náluk még mindig hirdetve van a digitális tévé. Amikor szinte már minden más szolgáltató már átállt a digitálisra. Már nincsen hirdetve az, hogy digitális tévé csatornát annak. Szóval itt van ez a régebben voltak a műhold, ma az is már digitális volt, mint régebben is, de most már megjelentek a HD minőségek, akkor volt ez a földfelszíni sugárzású csatornák, ami régebben nem az volt, most már az is digitális. Erre ők még mindig nagyban hirdetik, hogy miért érdemes a digitális tévét nézni. És ezzel lett inkább még mindig van az a, amit ők analógnak hívnak, ami valóságban nem analóg, hanem a digitális jel át van konvertáltatva. Ha minden, ne kell hozzá ilyen DVB-T digitális tunerek. És még mindig az van hirdetve, és hogy nem képesek fejleszteni, és olyan rossz szemcsés a kép, hogy egyéb más betegségeket okozhatnak. Állandóan mozog a kép, szemcsés, nagyon rossz minőségű, annyira rossz, hogy ellipsziás rohamokat is válhat ki a nézőből. Ez ellen úgy lehet védekezni, hogy megfogni Vajdaságnak egyik legnagyobb TV szolgáltatója, ami lehet, hogy monopól helyzetben van, mert említettek ők annak a legtöbb magyar csatornát, szerintem nem, más szolgáltató is van, mert nem is annyira magyar csatornak mi a fenének, kinéz magyar csatornát, ami állandóan csak ismétlések mennek. Most szóval, őtől úgy lehet megszabadulni, hogy az egészségüket ne tegyék tönkre, hogy nem kellenek. Semmi se tőlük. Most minek kell tőlük valami? Ők is visszaértek már egy pár szó a felhasználókkal. Azt hiszik, hogy mennyire jók, mit nem tudom, mit hisznek róluk. Ez engem nem érdekel. Azért érdekel engemet, hogy én úgy látom, hogy 2018-ra végére le fognak épülni. Nem lesznek. Ez nem vicces. Itt van például Magyarországon van ez a Zupici, megvette a Vodafone. Szerintem nekük is az lesz a sorsuk, hogy tönkre fognak menni. Nem lesznek többé. Mert egyszerűen nem érdemlik meg, hogy legyenek. Mert annyi sok kárt okoztak már a felhasználók számára, de a felhasználók elnézőek. De én meg nem vagyok elnéző velük szemben. Én szerintem külön a tévéjükre, a tévé csatornát, amit ők annak, ami nem digitális, hanem valami átkonvertált vacak, hang, kiabálás van benne, mit nem tudom, rossz a mozgókép arány, egyéb más problémáik van benne, hogy egyszerűen nem egészséges. Én szerintem valami orvosi kivizsgálatot kellene tartaniuk, hogy mit okozhatnak vele, hogy akik állandóan ezt nézik, a 4-5 óraosztát néznek, őszintén szóval, én nem szoktam abszolút nézni, egy párra nézik, és mintha egyre rosszabb lenne az állapotuk, nagyon csúnya a kép, mit nem tudom, mi bajuk van neki, képnek, magyarán mondva, hogy igenis, hogy nem kellenek. Hogy ők nem érdemlik meg azt meg, hogy Vajdaságban ők legyenek a legnagyobb kábel TV szolgáltatójuk, akik magyar TV csatornát is adnak. Legelsősorban azért, mert már régesség óta át kellett volna már állniuk a digitális szabványra. Ami már kb. Már Németország már 2005 óta megszüntette az analógot. Az még a rendes analógot, nem ezt a digitális fosadékot, ami át van konvertáltatva. Analóg jelve. Most szóval. Itten nem arról szól, hogy digitális tévékkel, hanem az már rájuk nézve, az már szégyen. Hogy nem képesek, hogy 2018-ra még mindig digitális nem annak, hanem mindig ezt a átkonvertált vackot, és hogy mennyire jó, meg mennyire nem. Szerintem nem.
Ez a szolgáltató nem érdemli meg egyszerűen, hogy neki lehessen pénzt adni. Mert egyszerűen nem való neki. Amit művelnek, amekkora tiszteletlenséget mutatnak a felhasználók felé, egyéb más munkákat végeznek el, és minden mást, egyszerűen nem kellenek. Egyszerűen fölöslegesek. Felőlem az is lehetne, mert én úgy érzem, hogy tönkre fognak menni. Ha nem menjenek tönkre, majd könyörögve fognak itt, ahol én élek, majd a végnek könyörögni. Könyörögve kérjünk, vegyétek meg a cégünket, a KVTV-nket meg, mert mink nem jó megy, és egyszerűen pénzt kapnak, elédegélnek bőle. A KVTV el is távoznak a KVTV-től, van kisebb más gyárt is üzemeltetnek, akkor most még marad nekük pénz haszon. Ők egyszerűen nem méltóak arra, hogy egy KVTV-t szolgáltatást üzemeltessenek. Mert ők nem. Ők nem arra mennek, hogy fejlődjenek. Ők arra mennek, hogy minél rosszabb minőséget adjanak, minél több betegséget okozzanak. Szóval van ilyesmi, az internet, mindjárt elnézzük a Google keresőbe, mit okozza a tévé. Káros. Sítás. Nem, tévé. Tévé betegsége. Ez nem jöttek el betegséget. Okoz. Itt van, van ez a webbetel.hu, és itt van, mit is okoz. A tévézés veszélyei nagy gondokat okozhat. Itt van, problémákat okozhat 10 éves korban. Így kézeljék el, hogy én 10 évesen kezdtem el pont tévét, bevezettetve a kábel tévé. Pont amikor 10 éves voltam. És nézzenek rá a videóimra, milyen nagy gondot okoztak. És most elgondolkoztató azon a dolog, hogy ők még azóta van ez a kábel tévé. Egyéb mást okozhat, szerintem mit is okoz, mert sem megmondom én szerintem mit okozza maga a kábel tévé, ami rossz minőségben van. Például, ha az ember nem tiszta hangot hall, mit is okozhat? Idegrendszeri betegséget, depressziót, a kép mit is okozhat, a sok állandó mozgó szemcsés kép, mit is? Elilepsziás rohamokat idézhet elő, egyéb más rohamokat, én ennyit tudok, hogy átolvasom, hogy mit is okozhatott. 2,5 éves kortól körüli télézés fokozza annak a kockázatát, hogy a gyermeknek később több iskolai és egészségügyi problémája is legyen. Fokozza annak a kockázatát, hogy a gyermeknek több iskolai egészségügyi problémája legyen, állítja egy új tanulmány. A túl korai túlsó télézés hatása széles körűek és hosszú távok állítja a tanulmányi szerzőjelenóban. A téléző gyerek sokkal inkább egy helyben üdő, magasabb, ilyen-milyen, nem étkezik, fönn is negyedik osztályra, szociálisan és tanulmányalag is több problémával kell szembesülni. Na szóval, az van, ezt a mondatot én kiértelmezem. Arról szól, hogyha önök a gyermeket, ha a tévé mellett hagyják 2 évesen, akkor 12 éves korra, nem 11 éves korra, rossz mondtam, 10 éves korra ilyen problémái lesznek, nem tud tanulni, olvasni, egyéb más gondok. Számos egyéb vizsgálat foglalkoztatása a televíziás gyermek gyakorlatása illetve mutatta ki, hogy a túlsúlyhoz és a gyengébb iskolai teljesítmény vezetett. Pogonyi szerint azonban az ő kihatású sokkal komplexebb, mivel nem egy, hanem számos potenciális hatást vizsgált egyszerre, illetve a gyereket egészen 10 éves korukig 4. osztályi követte nyomon. A korai tévénézés hatásának vizsgálata azért is, hogy 5 évben hatalmas művő az egy, amit fontosan tanulunk, beszélni az ökodolás szerint azonban a televízió nem tesz jót a kis gyermek agyának. Na szóval, ha ön megfogja a gyermeket, aki alig 3 éves, berakja tévézni, magyarán mondva, ékútalan vacak, felnőtt lesz belőle. Itt vagyok, én is példa vagyok, hát őszintén szóval, én mindig tévéztem. Tanulmány részletei.
korban, átlagos télinézés idő, heti 8,5 óra volt, emeljött olyan korra. Szóval, már 29 hónapos korban, 3 és 3 év, és mennyi? Mi a 3 év? 2 év és 5 hónapos korra, 8,8 óra volt, majd a 53 hónapos korra már 14 hatások, míg azután is érezhetőek voltak, hogy a kutatók figyelembe vették számos olyan tényezőt, családi helyzet, anya iskolázatossága, vagy a 4. és kaboti előtt feltöltött idő. Okoztak. Szóval, az van, hogy aki állandóan tévézik, itt van, hogy mi történik azokkal a gyermekekkel. Nem tudnak gondolkozni. 6%-kal csökken a matematikai teljesítmény. Nőtt a kockázat, hogy társasai áldozatai vár. Csökken a fizikai aktivitás hétvégéken, 9%-kal nőtt az üdítőital fogyasztása, 5%-kal nőtt a túlsúly kockázata. Most magyarán mondva, van ez a Káver TV szolgáltató, akik annyira károsak nézve, hogy maga a gyermekre. Hogy mégis itten a szülőt kell megbüntetni azért, hogy bevezeti a tévét. Hogy nem tudja maga a gyermeket mással elköltni, mint ahogy a tévé mellé ülteti. És úgy tesz, mintha ez jó volna. De ez nem helyes. Már kutatások is kimutatták, hogy a tévé veszélyes. És ezért fog az én, nem az én, hanem a, mint inkább a közösségnek a drága, nagyra becsült kábel TV szolgáltatója, aki egyben Vajdaság egyik legnagyobb magyar nyelvű TV szolgáltatója tönkre menni. Mert ők nem tisztelik a betegséget. Mert a, nekik a fosadékuk sokkal nagyobb betegségi kockázatot ad, mint ahogy a digitális élet adnának. Itt van, nem törődnek az egészséggel. És őket ezért kell elbecsülni, ezért kapták meg a Fidesztől, mint a Fidesz kormánytól jó nagy beruzási pénzt, a dományt. Most komolyan. Hogy ezért szégyelni kellene magukat, hogy mit művelnek. Tönkretesznek mindenkit. Főleg ilyen szülőket, át kell nézni, nem tudnak iskolát befejezni. És itt van. A legnagyobb kockázat itten. Jelenleg a Káber TV. Hogy igenis nem kell a Káber TV. Miért kell a Káber TV bekötni? Azért kell a Káber TV, kisfiam. Jaj, de jó, néztem, kisfiam. Mit is néztem 10 éves koromban? Most ez nem röhely, pont 10 éves koromban lett Káber TV bevezetve. Emlékszek arra a napra, be lett kötve a Káber TV. Pont néztem a Viaszat 3-on, néztem a Rózsaszín Párducot, aztán néztem a Simpson családot, akkor mit is néztem még? Hát, nem tudom már. Akkor volt még HBO. Volt még HBO is. Na mindegy. Most visszatérünk az egészségügyre. Hogy ez a tévészolgáltató még mindig nem adja digitális jelet, ezzel kockáztassa, hogyha gyermek tönkre menjen. Hogy ők itt van a betegséget okoz, egyéb másokat. Ülteti a gyermeket. Most kezdhetnénk avval, hogy a gyermeket nem tévé mellé kell ültetni. A gyermeket meg kell fogni, betenni egy szobába, ahol van valami. Vagy valakivel játszogatnia. Most szóval. Vissza is térve, hogy a tévé az káros. De most nem tudom a cikkben, miről van szó, arról, hogy a tévé káros. De szerintem az, amit az én szolgáltatóm ad. Nélen az enyém, ugyan, egyre büszke lennék rájuk. Dehogy. Rá vagyok készítetve. És én visszanézek, hogy milyen csúnya volt a kép. Vibrált. Egyéb más dolgokat csinált, és mit is okozott vele? Számos betegségügyi károsodást. Túlhízást,
akkor depressziót egyéb másokat okozhatott. És még mai napig is okozza. Most, ha úgy érzem, hogy az a szolgáltató nem lesz, tönkre fog menni. Azért, mert nem volt képes váltani szabványt. Van ez a digitális szabvány, DVB-C. És itt van a Wikipédián is, mi a DVB-C, mióta van. Hát, már jó régóta. DVB-C, receiver. Ez nem lényeg. Az a lényeg, hogy ez a szabvány már az újabb TV készülékekbe bele van téve. Mint set-top box-ként is külön lehet venni. Ja, meg is mondom, ma 2008-as tévék óta benne vannak. És egyszerűen nem képesek a maga szolgáltató digitális jelet adni. Hanem még külön fizessek rá, adjon. Nekem nem kell tőlük semmi sem. Mert káros. Igenis, hogy károsak. Hogy ők tönkre teszik. Aztán meg a másik gyárukban mehetsz dolgozgatni. Jó, egy sejtes betegen. Na mindegy. Ez miatt ez a szolgáltató nem lesz. 2018 végére tönkre fog menni. Ha nem, akkor nem. Akkor nem menne tönkre. Na az is lehet, hogy olyan 2 éven belül. Mert most Magyarországon minden szolgáltató kezd összevásárolni. Digi megvette az Invitelt, az UPC-t megvette a Vodafone, ami van itt, ahol élek, Szerbiában. Itt is van, de ott más néven fut, a VIP-en, ugyanaz a tulaj, Vodafone. És lehet, hogy megveszi a őket, majd ők könyörögni fognak, hogy vegye meg, mert nem jó fog nekik menni. Köszönöm a figyelmeteket, a videó erről szólt. Remélem, hogy önök értették a lényeget, hogy miért is fog a Vajdaság egyik legnagyobb kábel TV szolgáltatója rövides idő alatt tönkre menni. Azért is fog, mert amtiszelte maga a felhasználókat, se a betegség kockázatokat nem vette figyelembe, hogy miért kellett volna átállni a digitális TV-be, mert egészségtelenek. Ha nem mennek tönkre 2018 végére, kell szólni ilyen, hogy is hívják, orvosoknak, rájuk küldeni az egészségeket, hogy milyen tévét adnak, hogy mennyire káros, elipsziás romokat okozhat, egyéb másokat. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi volt a videó, remélem, hogy önök értették. Jó. Írjanak kommentot rá, köszönöm a figyelmeteket, és olyan szevasztok!